Még júliusban készültek Tolnán ezek a felvételek, akkor a városban működő autóalkatrészeket és egyéb elektronikai, valamint finom mechanikai eszközöket gyártó cég ügyvezetője Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől vehette át a kormány támogató okiratát. A cég 282 millió forintot kapott az államtól. A forrást egy több mint fél milliárd forint összköltségű fejlesztéshez használhatták fel, aminek során gépeket vettek, így új munkahelyek jöttek létre a városban. A külgazdasági és külügyminiszter akkor arról beszélt, hogy a kormány a világjárvány idején kiemelt figyelmet fordít a hazai vállalatok támogatására, mert ez a munkahelyek megőrzésének egyik legfontosabb lehetősége. Dacára annak, hogy ma a világgazdaságból érkező hírek szinte kivétel nélkül rossz hírek, a leépítésekről, válságról, csődhelyzetekről, gyárbezárásokról szólnak. Mi itt Tolnán egy újabb beruházásról, újabb magyar munkahelyek megvédéséről, és ezáltal családok életének további kiszámíthatóságáról beszélünk. Elhangzott már ügyvezető igazgató részéről, hogy a világjárványnak komoly gazdasági hatásai vannak, ez sajnos így van, de túl azon, hogy gazdasági hatásai vannak, először az egészségügyi hatásaival kellett szembenézni és megküzdeni, és szerintem büszkén mondhatjuk, hogy a magyar emberek összefogásának köszönhetően Magyarország megnyerte az első csatát a koronavírussal szemben, és az egészségügyi védekezés első szakaszát sikerrel zárhattuk le. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a térségben visszatérőben van a vírus, a világ és a térség egyre több országában is egyre rosszabbak a számok, ezért nyilvánvalóan nem haboztunk, és a jövőben sem fogunk habozni, meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a korábbi erőfeszítéseink eredményeit megvédjük. A járvány első hulláma alatt a kormány az országban 806 középvállalkozás segített, összesen 377 milliárd forinttal. A cégek így nem csak a már meglévő dolgozóikat tudták megtartani, de a fejlesztések révén új munkatársakat is felvettek. A gazdasági védekezésnek egy nagyon fontos célkitűzése az, hogy meg tudjuk védeni a magyar emberek munkahelyeit, és legalább annyi új munkahelyet hozzunk létre, mint amennyi munkahelyet a válság elvisz. És ez a kulcs, a munkahelyek megvédése. Ugye nagyon gyakran mindenfajta ideológiai vitákat lehet nyomon követni azzal kapcsolatban, hogy egy válságban mit kell tennie egy kormánynak. Mire adjon pénzt, kinek, hogyan, mennyit. De szerintem az ideológiai vitákat nyugodtan zárójelbe tehetjük, abban az esetben persze, hogyha a kérdést racionálisan fel tudjuk tenni. És a kérdés pedig racionálisan valahogyan úgy szól, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar gazdaság újra sikeres lehessen. És a válasz egyértelmű, a magyar emberek munkája kell hozzá. Nem kiszolgáltatottsághoz vezető hitelek, hanem a magyar emberek munkája. De az, hogy a magyar emberek dolgozhassanak, ahhoz munkahelyek kellenek, és ellentétben egyes tévhitekkel a munkahelyek nem csak úgy lesznek, nem csak úgy ide pottyannak az égből, hanem ahhoz munkahelyeket létrehozó, azokat megvédő vállalatok kellenek. A tolnai fejlesztésnek és a kormány támogatásának köszönhetően csak ebben a városban több mint 200 munkahelyet sikerült megvédeni a járvány első hullámának végén. Tolna megye is rendkívül jól teljesített az elmúlt időszakban. Amúgy is elmondható, hogy Tolna megyére, a Tolna megyei emberekre mindig is számíthattunk, főleg akkor, amikor bajban volt az ország, volt már ilyen 2010-ben is, amikor is a magyar emberek teljesítményének köszönhetően sikerült kilábalni a nehéz időszakból, és nem csak túléltük a válságot, hanem erősebbek is lettünk utána, mint voltunk korábban. Így volt ez 2010-ben, és így lesz ez most 2020-ban, illetve 2020 után is. 2010-ben itt ebben a megyében 10% fölött volt a munkanélküliség, most pedig 2,4%, tehát gyakorlatilag a negyedére csökkent, miközben az ipari termelés 2,5-szeresére nőtt. Ebben a beruházási programban összesen 11 Tolna megyei vállalat kötelezte el magát, összesen 5,3 milliárd forintnyi beruházás mellett. A kormány a második hullám kezdetén újabb a középvállalkozásoknak szóló gazdaságvédelmi intézkedésekről döntött. Most 50 milliárd forintból ismét pályázatot írtak ki a közepes beruházások támogatására. Azok a cégek kapnak maximum 280 millió forintot, amelyek vállalják, hogy beruházások nyomán senkit, egyetlen munkavállalót sem bocsátanak el, a támogatás pedig az egész beruházás egyharmadát teheti ki.
Hasonló intézkedések segítek egyébként a nagyvállalatok túlélését is. Varga Mihály pénzügyminiszter néhány napja egy dunaföldvári papírgyár virtuális alapkőletétele kapcsán készített videóüzenetben jelentette be, hogy a kormány 40-ről 80 milliárd forintra emeli a nagyvállalati beruházási támogatás mértékét. A nagyvállalati beruházási támogatáson keresztül 5,5 milliárd forinttal segítjük a vállalat beruházását. A támogatási program eredményes, már közel 300 milliárd forintnyi fejlesztéshez járult hozzá, és újabb beruházások várhatók. Ezért a kormány fontos döntést hozott, a program keretét megduplázza, a mostani 40 milliárd forintról 80 milliárd forintra emeli. Így még több beruházás valósulhat meg, amely a munkahelyek védelme mellett a gazdaság újraindulását is segíti. A dunaföldvári céget tehát a program során 5 milliárd forinttal támogatja a kormány, a vállalat teljes fejlesztése pedig 16 milliárd forintot tesz ki. A 16 milliárd forintos beruházás több száz munkahelyet véd meg, és 50 új munkahelyet teremt a térségben élőknek. Emellett hozzájárul Magyarország önellátásához a higiéniai papírtermékek területén. A kormány tehát összesen több száz milliárd forinttal segítette és segíti a vállalkozásokat a járvány ideje alatt. Csak a nagyvállalati programnak köszönhetően már 300 milliárd forint került így a legnagyobb foglalkoztató cégekhez.